Állnak Alsóörs új hivatali épületének a falai. Az ősszel átadott munkaterületen folyamatosan dolgoznak a munkások. A 400 négyzetméteres épület hagyományos technológiával készül, kialakításával viszont a község minden igényét kielégíti majd, mivel akár rendezvényekre is alkalmas lesz. Már minden helyiség, például a testületi ülések helyszíne is beazonosítható. A közbeszerzés lefolytatása után a kivitelező elkezdte a munkákat tavaly ősszel, szeptember-október körül, és az első probléma az alapozásnál mindjárt jelentkezett, hiszen itt egy olyan töltött talaj volt, amiről nem tudtunk, és talajcserét, illetve alapozási mélységet kellett változtatni. Ehhez a szükséges módosítási kérelmeket benyújtottuk a építéshatósághoz. Ez okozott egy kis csúszást, amit szerintem a kivitelező most arra azért már utolért, de az időjárásnak köszönhetően gyakorlatilag a kivitelezés az folyamatosan zajlik, jól szervezetten zajlik, nagyon korrekt építésvezető irányítja a munkákat, és most már tulajdonképpen, hogyha bármilyen lesz a hátra levő téli időszak, a szakipari munkákat itt bent tudják végezni, hiszen nem ázik be, a tetőből egy réteg már fölöttünk van, készen vannak a válaszfalak. Az épületben melegítő konyha is lesz. Így a művelődési házban tartott eseményekhez az étel biztosításának feltételei javulnak. Megtaláltuk a polgármester irodáját is, ahol hamarosan minden a helyére kerül. A következő időszakban már a víz, a villany, a szennyvíz és a gáz bevezetését is elkezdik a szakemberek. Nagy örömmel tekintünk az idei év legjelentősebb beruházására, ami az új önkormányzati hivatalt jelenti, ami egy nagyon régi álmunk, és hát úgy néz ki, hogy jól haladnak a munkálatok, és határidőben el is készül. Természetesen nem csak az építkezésre kell most fókuszálnunk, hanem már most előre gondolni arra, hogy hogyan lesz a környéke az új hivatalnak kialakítva. Gondolok itt a parkírozási lehetőségekre. Most készül a parkolóterv. A napokban volt egy bejárás, ahol a munkatársaink is a helységeket már fizikai valóságukban látták, és elkezdtek gondolkodni, hogy milyen butorok szükségesek ahhoz, hogy korszerű körülmények között dolgozhassanak. Új bútorok és eszközök is beszerzésre kerülnek. Így szinte csak az iratokat kell magukkal hozniuk az önkormányzati dolgozóknak, és birtokba is vehetik új munkahelyüket, ahol a 21. századi körülmények közt zavartalanul folyhat a munka. Parkolót terveznek az épület mindkét oldalára a dolgozók és az ügyfelek fogadása érdekében. A tervek szerint tavasszal, a beruházás végére parkosítással rendezett, igényes környezetet alakítanak ki az épület együttes körül.